Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntjük Önöket a PM Info mai alkalmán. Az elmúlt hetek tükrében oly betűnik, hogy a havi 2 vagy havi 1 PM Info alkalmunk felduzzadt heti megjelenése. Ennek két nagyobb oka van. Az egyik, hogy hála Istennek számos olyan információ van a város életével kapcsolatban, ami érdeklődésre ad számot, és szeretnénk, hogy első körből, első kézből szereznének információkat, a másik természetesen a járvány elleni védekezés, hiszen a harmadik hullám bennünket is elért, és itt nem csak Sátoraljóhelyet, hanem az egész térséget értem, hogy pontosan mi a helyzet a környékünkön, hogyan állunk a ezzel kapcsolatos gondolatcsokrot. Polgármester úr, kezdi meg osztani Önökkel. Én is köszöntöm a érdeklődőket, a nézőket. Rendhagyó módon egy térségünk közvetlen közelében lévő ügyről szeretnék néhány szót szólni. Biztos mindenki, aki nézi a televíziót, olvassa az újságokat, vagy tájékozódik a rádióból, azt tudhatja, hogy a határ másik oldalon, Szlovákiában, a Felvidéken, Európában talán a legkomolyabb vészhelyzet, válsághelyzet alakult ki a korona járvánnyal kapcsolatban. Nagyon-nagyon sok a beteg, nagyon sok a súlyos beteg, nagyon sokan halnak meg. Az egészségügy, a rendszer a kapacitásának a végső határához érkezett, sőt, talán már azon is túl van. Nemrég láttam egy 40 perces, hát filmnek nem mondanám, de egy ilyen reality bemutatót a Dunaszerdahelyi Kórházzal kapcsolatban. Azok a drámai felvételek azt gondolom mindenki számára tanulságosak lennének, különösen azok számára, akik úgy gondolják, hogy nem kell beadni az oltást, nincs ezzel semmi baj, ez a vírus csak kitaláció. Ez a röghözködött valóság, amiben élünk, és bár örülök annak, hogy Magyarországon 62%-ra nőtt azoknak a száma, akik beszeretnék oltatni magukat, mégiscsak 2.300.000-en jelentkeztek eddig oltásra. Mindenkit arra kérek, hogy regisztráljon vagy papírformátumban, vagy pedig az internet lehetőségeit kihasználva, mert csak akkor kapja meg az oltást, hogyha ez a regisztráció megtörténik. Az itt élő, a magyar emberek túlnyomó többsége tehát egyetért az oltás szükségességével, és utasítsák el azoknak az embereknek a véleményét, akik ezzel szembe helyezkednek, akik megpróbálják elbizonytalanítani a magyar embereket, az újhelyi embereket az oltással kapcsolatosan. Egyetlen egy oltás van. Én csak egyet ismerek, amelyik jó, amelyiket ide beszúrták. Na, annak van esélye arra, aki ezt az oltást megkapta, meg majd a másodikat, hogy meggyógyuljon. Azért van esélye az országnak és Újhelynek, a térségnek arra, hogy kijöjjünk a harmadik hullámból, hogyha ez az oltás folyamatosan megy, és hál' Istennek a központi törzs és a kormány sikeres beszerzései alapján rengeteg vakcina áll rendelkezésre. Mindegy, hogy melyiket kapjuk, csak kapjuk meg minél hamarabb, kapjuk meg minél többen, mert akkor lehet vége ennek a kialakult helyzetnek. Egy másik ilyen térség nem messze tőlünk, ez pedig Kárpátalja vagy Ukrajna, mondhatnám itt is, ott pedig az oltás olyan alacsonyan szinten van, hogy mindkét területről érkezhetnek hozzánk olyanok, akik bizony magukban hordozzák a vírust. Gócpont lett Tokaj-hegyalja, gócpont lett ez a térség. Nagyon-nagyon sokan kerülnek kórházba, és nagyon sokan nem jönnek ki saját lábukon a kórházból. Mindenkit arra kérek, hogy megkülönböztetett figyelemmel és kötelességtudattal vegye tudomásul azokat az intézkedéseket, amelyek itt Újhelyben és egész Magyarországon életben vannak. Mielőtt rátérnénk a konkrét Sátoraljóhely adatokra, egy gondolatot engedjenek meg, ami egy kis iróniát is tartalmaz magába, hogy nagyon sok virológus lett egy időben, mi voltunk a 10 millió szövetségkapitány országa, amióta a labdarúgás egy kicsit jobban megy, azóta ezek a szövetségkapitányok lemondtak a posztukról. Nagyon sokan értenek az útépítésekhez is, mind helyben, mind pedig országos szinten. És mára elértünk oda, hogy rengeteg virológus szakember lett az országban. A iróniát arra a mondatra értem, hogy
ha nagyon őszintén belegondolunk, azt se tudjuk, hogy a parizerben mi van, mégis megesszük, ugye manapság nagyon nagy divatja van a kifli parizer kombónak a közösségi médiában, de azon elkezdünk vitatkozni, hogy ki melyik vakcinát adja be, vagy nem adja be, vagy adatja be, vagy nem adatja be magának. Tehát amíg nem okoz problémát egy élelmiszeripari termék esetében, hogy mit tartalmaz, akkor azt gondolom, ne legyünk okosabbak a virológus szakembereknél, valóban egy oltás jó, amit már beadtak, éljünk mindannyian a lehetőséggel. Sátorai Újhelyen a ma reggeli adatok szerint 91 fő van karanténban, és 139 fő az, aki pozitív, aki fertőzött, és odahaza próbálja átvészelni a koronavírus betegség okozta tüneteket. Ha szabad ilyet mondani, a kórházunk teltháza működik, folyamatosan növekedett azoknak a osztályoknak, részeknek a száma, amely a covidos betegeket ápolja. De nagyon fontos, hogy polgármester úr is említette, hogyha nehéz légzés tüneteit érezzük magunkon a láz mellett, akkor azonnal keressük fel a kórházat, mert egy már rutin vizsgálatnak mondható CT felvétel készítésével pillanatokon belül megállapítható, hogy van-e akut tüdőgyulladás, és az milyen mértékű, és nagyon nem mindegy, hogy a terápia milyen időben hogy kezdődik el, hogy ezt az elején tudják megfogni az orvosok kórházi körülmények között, vagy csak egy utolsó stádiumba kerül be a beteg. Azok a speciális gyógyszerek, amelyeket alkalmaznak, azokat otthoni körülmények között nem lehet beadni, mert ezt nem fogja tudni felírni az orvos, mindenféleképpen kórházi ellátásra van szükség. És ide tartozik még egy gondolat, hogyha már nincs hely az újhelyi kórházban, és a betegeket máshová, mondjuk Miskolcra viszik, akkor éljenek a lehetőséggel, nem azért utalják be az orvosok a betegeket a kórházba, mert ki szeretnének tolni velük, mert azt szeretnék, hogy távol legyenek a családjuktól, hanem azért utalják be őket, hogy túléljék a betegséget. Tehát ha valaki az újhelyi kórházban nem tud bekerülni férőhely hiány okán, és mondjuk a megyei kórházba, vagy bármelyik másik miskolci kórházba irányítják át, élni kell a lehetőséggel, be kell feküdni, hogy minél hamarabb gyógyultan távozhassanak. Még egy kórházi információt engedjenek meg, hogy megosszak önökkel, ez pedig a sürgősségi ellátáson vonatkozik, nem kimondottan a COVID betegekre, mert hogy az élet nem áll meg, bárki szerezhet kisebb-nagyobb sérülést, törheti el kezét, lábát, ujját, haraphatja meg kutya, de hogyha a sürgősségi osztályra megyünk, az volna a kórház kérése, hogy a lehető legkisebb kísérői létszám menjen be, kisgyerekeket egyáltalán ne vigyenek be a kórház sürgősségi osztályára a várakozásra, csökkentsék a kontakt személyeknek a számát, ha lehetséges, csak a sérült és egy közeli hozzátartozó érkezzen vele, akár belgyógyászati, akár traumatológiai sürgősségi beavatkozásról van szó. Hogy mi a helyzet a városban működő idősek otthonában, ezzel kapcsolatban polgármester úr oszt meg önökkel információkat. Az Egyesített Szociális Intézmény Köveshegyi otthonában továbbra sincs beteg, hál' Istennek, ami nagyon jó hír. Az a fajta rend, ami bevezetésre került, ez továbbra is érvényben van. A fogyatékosok foglalkoztatója a mai naptól, március 2-ától 2 hétig zárva tart. Hogy utána kinyite, vagy pedig meghosszabbodik a zárvatartás, azt most még nem tudjuk megmondani, hiszen ott is felütötte a fejét a járvány. A foglalkoztató ellátottjai, akik igénylik az ebédet, annak házhoz viszik a munkatársak, vagy ha egyéb kérésük van, akkor megpróbálják teljesíteni. A Szent Anna szeretett otthonban szintén nincs beteg, látogatásra azonban továbbra sincs lehetőség. Nem ide tartozik, de mégis a járványnyal kapcsolatos, a rendőrség jelzése szerint a maszkviselés elmulasztása miatt 6 feljelentés, 3 helyszíni bírság, a kijárási korlátozás megszegése miatt pedig 7 feljelentés és 1 helyszíni bírság kiszabására került sor. Nagyon kérek mindenkit, tartsák be a szabályokat, nem csak magukat veszélyeztetik, hanem azokat az embereket is, akikkel találkoznak, kezet fognak vagy beszélgetnek. Folyamatosan adtunk hírt a 7 színvirág óvoda helyzetéről, ugye először egy tagóvoda, majd egy másik tagóvoda egy csoportja zárt be, majd még egy csoport, még egy tagóvoda, és már jutottunk oda, hogy mind az óvoda, mind a bölcsödem zárva tart, ez a önkormányzati fenntartású óvodát és bölcsödét illeti. Csütörtökön fogunk igazgatóasszony információt adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan látja az újranyitásnak a lehetőségét. A Szent Margit óvoda zavartalanul működik, ott kevés kontakt, illetve kevés megbetegedés volt tapasztalható. A
Állami fenntartású iskola, Kazinczy Ferenc általános iskola hozzátartozó két tagintézménye, mind a Jókai, mind pedig az Eszter Tamás általános iskola március 5-ig digitális oktatása állt át, ez a hétvégét jelenti, hogy hogyan haladnak tovább, azt majd a hét második felében látni fogjuk. A Petőfi Református Általános Iskola első osztályos tanulóinak március 7-ig digitális oktatásban lesz részük. Hogy áll a polgármester hivatal ügyfélfogadása, illetve hogyan lehet még tokent regisztrálni, erről polgármester adónak neki információt. A hivatal ügyfélfogadása szünetel, telefonos ügyintézés van, illetve a polgármesteri hivatal oldalájában elhelyezett dobozokban, urnában lehet elhelyezni az igényeket, kéréseket, illetve közérdekű információkat. Ez alapján a hivatal dolgozói végzik a munkájukat. Túlnyomó többségében a hivatal falain belül néhány munkatársunk home office-ban otthonról végzi a munkáját, de a hivatal rendes működési időben, rendes munkaidőben rendelkezésre áll, de így módon, ahogy ezt az előbb említettem, e hét végéig biztosan, és majd pénteken hozunk döntést arra vonatkozóan, hogy a jövő héten esetleg visszaállunk találkozásos ügyfélfogadásra, vagy pedig ez a fajta rendszer marad érvényben. A Dohányúti futópálya tokenjeit említette a polgármester úr, még a holnapi napon van lehetőség a tokent megvásárolni, onnantól kezdve viszont belátható időn belül nem tudom megmondani, hogy mikor kezdődik el újra az árusítás, természetesen majd akkor, amikor a hivatal egyéb szabálya is az eredeti, a normál kerékvágásba állnak be. A Covid hírblokk végére értünk, ha szabad így fogalmazom. Engedjék meg, hogy néhány város életével kapcsolatos hasznos információt osszak meg önökkel. A múlt héten megjelent a közbeszerzési felhívása a bortemplom kiviteli tervezésére és kivitelezésére. Remények szerint április közepével, végével lehet itt győztes ajánlattevő. Remények szerint addigra a forráslehívás megtörténik, és a szerződést alá tudja írni polgármester úr. Megindulhat végre valahára a bortemplomnak a felújítása. Többször adtunk már hírt arról, hogy önkormányzatunk támogatást nyert a újonnan kialakított 16 hektáros ipari parkban egy csarnok építésére. Ennek a közbeszerzési eljárása folyamatban, jövő héten zárul az ajánlattételi határidő. Reményeink szerint eredményt tudunk hirdetni, átadjuk a munkaterületet kivitelezésre, kiviteli tervek birtokába írtuk ki ezt a feladatot, és ha minden jól megy, akkor egy relatív rövid időn belül nyár végére, ősz elejére a csarnok elkészül, és birtokba adhatjuk, meghirdethetjük azt. A e-bike programról többször esett már szó, véget ért a tél, ugye ma már hivatalosan is tavasz van, immáron két napja. Valószínűleg két hónapon belül a bringák kihelyezése megtörténik, elindul a tesztüzemmód. Már biztos, hogy ebben is segítséget fogjuk kérni, mármint hogy próbálják ki, és valószínűleg jövő hónap végével élesbe is fordul a e-bike rendszer, és megindul a bringa kölcsönzés. Megtörtént a közbeszerzés a Kopaszka és Hosszúláz utcák tekintetében. Hamarosan megkötjük a szerződést a nyertes ajánlattevőkkel, két különböző vállalkozás nyerte a két munkát, és átadjuk a munkaterületet, erre az ott lakókat külön ki fogjuk értesíteni. Természetesen, mint minden útépítés tekintetében, itt is türelmet kérünk az ott lakóktól, de nekik épül, őértük épül, úgyhogy ezt a kis kellemetlenséget, ami egy ilyen munkával jár, ezt sajnos el kell, hogy viseljék. Nem tart még ott a tudomány és a kivitelezés mai állása, hogy hétfőn lefekszünk, kedden felkelünk és készen van az út. Biztos, hogy hónapokat fog igénybe venni, de sokkal jobb komfort érzettel lehet majd közlekedni. Nem hozzánk tartozik ugyan, de a rendőrkapitányság pályázati forrás nyert energetikai felújításra, ennek köszönhetően homlokzat felújítás történik, illetve nyílászárót fognak cserélni az épületen. Ez a munka most itt a tavaszi időszakban elkezdődik. De hogy máshol is lesz felújítás, egy kis átalakítás, illetve egy programra hívja a polgármester úr a kedves PM Info nézőit, erről ő ad meg egy információt. A halászcsárdáról van szó. Hát manapság ugye az étterembe vendégre bejárás, mint lehetőség a science fiction kategóriába tartozik. Reméljük azonban nem sokáig. Ki szeretnénk használni ezt az időt arra, hogy egy belső átalakítás, felújítás történjen a halászcsárdába, új étlappal várja látogatóit a majdan megnyíló halászcsárda terasszai és maga a belső tér is, és reméljük, hogy egy nagyon kedves, nagyon hangulatos
étteremmel örvendeztethetjük meg az új helyeket és a idejövő vendégeket. Miért mondom ezt én? Miért használom ki a reklám lehetőséget? Hát azért, mert ha valaki nem tudná, az önkormányzat a fenntartója a Halász Csárdának, és szeretnénk jó példával előjárni, és egy kis újítást, egy kis frissítést szeretnénk vinni a vendéglátás terén is, annak örömére majd, hogy a járványnak vége lesz. Azt, hogy ez mikor történik meg, sajnos nem tudjuk megmondani. Az utolsó téma újra egy kicsit visszaugrása az első blokknak. Szeretnénk egy villámcsődületet, egy flashbombot új helyben összehozni a holnapi napon. Korábban már a COVID-járványban dolgozók, a gyógyításban és ápolásban dolgozók számára nagyon sokféle szeretett megnyilvánulás volt az országban és Európa szerte. Tapsokkal, bizonyos időszakokban, kis szívecskék kirakásával jelezték a polgárok, hogy mennyire nagyra becsülük az egészségügyben dolgozók munkáját, különösen azokét, akik találkoznak ezekkel a beteg emberekkel. És most itt lesz a lehetőség. Azt gondoljuk, hogy ebben a harmadik fázisban olyan komoly megterhelés éri a COVID-osztályon dolgozókat, a mentősöket és mindenkit, aki most konkrétan az egészségügyön belül ezzel a közeggel foglalkozik, vagy pedig más területeket visz azért, hogy legyen orvos és ápolónő itt, hogy minden elismerést megérdemelnek, ráadásul a bent lévő betegeknek is szeretnénk gyógyulást kívánni. Ezért miután gyalogos csődületre nem lehet szó, autós programot tervezünk. Holnap 16:30 lehet gyülekezni autókkal természetesen a Lidl parkírozójában és a Tesco parkírozójában, és indulunk el az Esze Mártírok utcára, és dudáljuk végig a város teljes hosszában, különösen a kórház környékén, hogyha látni nem is látnak minket, de hallani hallják az orvosok, az ápolónők és a betegek azt, hogy odafigyelünk rájuk, hogy tiszteljük őket, hogy gyógyulást kívánunk nekik, és erőt, és kitartást, és leginkább egészséget. A gyülekezés 5 perccel 16:30 előtt történik, 16:30 elindulunk, és egy 10-15 percen belül ennek a programnak vége. Ennyit kívántunk tenni hozzá. Elől megy 2 önkormányzati autó, aranyezüst szalag lesz rajta, ebből lehet majd megkülönböztetni. De ha valaki nem tud feljönni erre a találkozási pontra, a város bármelyik részében dudálhat, vagy más településeken is erre megvan a lehetőség, hiszen ha nem is hallják, de érezni érzik majd az aggódásunkat és az elismerésünket azok, akiknek ez a duda szó hallatszik. Arra kérek mindenkit, legyünk nagyon sokan. Köszönjük szépen, hogy a mai nap velünk tartottak. A polgármester úr felhívását erre az együttérző autós felvonulásra, ezt külön formában is meg fogjuk osztani a polgármester úr Facebook oldalán, és erre is kérünk mindenkit, hogy osszák minél többen, terjedjen a hír, és találkozunk holnap 16:30 előtt egy néhány perccel az említett helyeken, és fejezzük ki nagyra becsülésünket azoknak az embereknek, akik, szabad ezt mondani, az életüket kockáztatják azért, hogy mások felépüljenek. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra! Viszontlátásra!